Sajnálom, kisasszony, de nem zavarhatom meg Carlos Albertót, mert azt az utasítást adta nekem, hogy ma nem fogad senkit a szobájában. Mi a baj, Sagrario? A kisasszony erősködik, hogy meglátogatja Carlos Albertót a szobájában. Hiába mondom neki, hogy nem lehet. Légy szíves, hagyd magunkra minket. Először is a tudomásodra hozom, hogy Carlos Alberto nincs itthon. Elment Raquellel. Ne hazudozz. Nem akarom elrabolni tőled. Nem jöttél még rá, hogy nem szeret, sőt, kimondottan gyűlöl téged? Te viszont még mindig bele vagy esve, igaz? Na ide hallgass, kedvesem. Vigyázz a nyelvedre. Ugyanis én már nem vagyok az az ostoba kislány, akit annak idején Esteban becsapott. Meg tudom védeni magam, és ha belém kötsz, megtudod, milyen vagyok valójában. Egyszerűen förtelem, hogy a családunkhoz tartozol. Tudom, hogy gyűlölted a testvéremet, és tapsikoltál örömödben, amikor szegény meghalt. Hát jó, akkor mostantól képzeld azt, hogy Virginia életre kelt. De nem az a naív és ártatlan Virginia, amilyen régen volt, hanem egy új Virginia, aki igazságos és nagyon okos. És persze nagyon gazdag. Igen, azon a pénzen, amit tőlünk loptál. Én ugyan nem loptam. Csak elvettem azt, ami mindig is anyámé volt. Gondolom, hogy sikerül majd Carlos Albertót elvarázsolnod a mesés vagyonoddal. Nem a szándékomban, de készülj fel. Annabella, Roldán, hogy rövid időn belül térden állva könyörögsz majd nekem, hogy szakítsak végre Carlos Albertóval.